A Kossuth utcai tornacsarnok a Dózsa György középiskolához tartozik, viszont több oktatási intézmény is használja. Ezért is vált a nyáron szükségessé, hogy az új tanévre az épületben is karbantartási munkákat végezzenek el a szakemberek. Ilyenkor szokott az megtörténni, hogy a teljesen elhasználódott eszközöket lecseréljük vagy újra, vagy amennyiben van rá mód és lehetőség, és meg lehet menteni a régi eszközt, akkor azokat feljavítjuk. Így történt tornagerendák, egészen pontosan 3 darab, valamint 8 darab ugrószekrénynek a teljes körű újrakárpitozása, illetve saját asztalos tanulóink, illetve asztalos szaktanárunk segítségével az ugrószekrények farészének a cseréje is megtörtént. Nyilván ez még az előző tanév végén, de már a következő tanévre gondolva. Mindemellett megszépült a konditeremben a szőnyeg is. Hosszú évek alatt rengeteg koszt gyűlik össze ugye a különböző szőnyeg padlókban. Ezt sajnos nem minden évben tudjuk megtenni, hogy kitisztítjuk. Idén azonban volt rá lehetőségünk, úgyhogy egy profi külső vállalkozó segítségét kértük, hogy remélhetőleg mindenféle olyan anyag kikerült ezekből a szőnyegekből, ami károsan befolyásolná a diákoknak az egészségét. A karbantartási munkálatok során a különböző mellékhelyiségekben megtörtént a csapok cseréje. A sportcsarnokot azt nem csak a Nebuló, nem csak a Kossuth és nem csak a Dózsa, tehát a Bajai Szakképzési Centrum 2 kalocsai tagintézményének a diákjai használják délelőttönként, hanem délutánonként különböző sportegyesületek, illetve klubok, valamint hétvégenként baráti társaságok szokták használni. Tehát ebből kifolyólag amortizálódik ott a berendezés. Ahol szükséges volt, ott lezajlott az egészségügyi meszelés is, illetve az előtérben az elektromos kábelzavar megszűnt, a szabadon lógó vezetékek el lettek zárva.